Üdvözlet mindenkit! Folytatjuk a tananyagot, amit elkezdtünk az iskolában még tantermi körülmények között. A mai óránk tananyaga a második szerfelkeléshez kapcsolódóan Milos Obrenović, illetve hogy Milos fejedelem uralma, és ezen belül a szerb alkotmányosság fejlődése lesz. Egy kis ismétléssel kezdjük az elején, tehát emlékezzünk vissza, hogy 1814 őszén már volt egy próbálkozás Hadzsi Prodan Grigorijevics vezetésével, hogy a törökök ellen megindítsanak egy felkelés, de elég csúfos vége lett, ahogy a képen is láthatjátok, tehát a felkeléshez kapcsolódó személyeket karóba húzták. Ugyanakkor a Hadzsi féle felkelést beáruló személy már 1815 áprilisában úgy érzi, hogy itt az idő, és Takovon megkezdik Milos Obrenović vezetésével ezt a bizonyos második szerfelkelést is. Ide beillesztettem ezt az ominózus mondatot, gondolatot, ami állítólag ekkor hangzott el. Evo meneto, vasa, evo vama ratas turcima, vagyis itt vagyok én, itt vagyok ti, itt a háború a törökökkel, amit akartak, azt megkapják a szerbek. Ugyanakkor mi már azt is mondtuk, hogy nagyban különbözik a második szerfelkelés az elsőtől, hiszen kevésbé volt katonai jellegű, és főként tárgyalások útján zajlik ez az erőfitoktatás. Úgyhogy ha megkérdezi valaki, hogy meddig tartott ez a bizonyos második szerfelkelés, akkor mondhatjuk, hogy 1815. szeptemberére már hivatalosan véget is ért, hiszen semmilyen katonai összecsapás a későbbiekben nem történik, hanem a tárgyalások fognak elhúzódni. Itt 15-ben az akkori belgrádi pasával, akit a képen láttok, Marasli Ali pasával kötött megegyezése alapján Milos Obrenović biztosította a szerbek számára, hogy ők maguk gyűjtötték be az adót, és egy összegben adták le a törököknek, illetve ha valamilyen peres ügyről volt szó, tehát bíró munkáját igényelte, akkor nem török kádi ítélkezett ezekben az ügyekben, hanem az illetékes szerb kenész. Ugyanakkor Belgrádban megalakították a népi kancelláriát, az egy közigazgatási feladatokkal bíró, de ugyanakkor bírói testület is volt, és mindezek a kedvezmények már lehetővé tették, hogy egy bizonyos fokú önkormányzatot bírjanak a szerbek a volt belgrádi pasalik területén. A képen viszont az első szerfelkelés vezetőjét látjátok most, György Petrovićot, ugye aki Vost címmel vezette az első szerfelkelést, és ugye itt fejeztük be a tanteremben, hogy sajnos 1817-ben ő visszatér Szerbiába, és Milos Obrenović utasítására megölték, fejét pedig ajándékon elvitték a szultánnak. Az 1815 és 1830 közti időszakot úgymond kettős uralmi rendszer jellemzi, hiszen még hivatalosan nem alakult meg az autonóm szerb fejedelemség, a tárgyalásokat, azokat igencsak húzták, vonták a törökök is, és nem akarták rögtön megadni mindazokat a követeléseket, amiket szerbek állítottak számukra, de végül is az orosz beavatkozástól való félelmükben ez a tárgyalás sorozat 1830-ban szerbekre nézve sikeresen lezárult, és megalakult az autonóm, vagyis az önkormányzattal bíró szerb fejedelemség az Oszmán Birodalmon belül. Ezt már 1830-ban egy szultáni hatti serif, vagyis egy szultáni díszoklevél megerősítette, és azután majd 1833-ban egy újabb hasonló hatti serifet ad ki a szultán, amellyel területi gyarapodásra is szert tesz a szerfejedelemség, illetve ebben az időszakban egy szultáni berat is megszületik, egy szultáni rendelet,
amelyen Milos úgymond örökletes uralkodói jogot kap, vagyis biztosította az Obrenović dinasztia uralkodását a szerb fejedelemségben. Milyen önkormányzati jogokat kapnak ekkor a szerbek? Egyrészt megkapják a vallásszabadságot. A második nagy szerb vándorlás után ugyanis megszüntették a szerb patriarchátust, tehát azt a bizonyos ipeki patriarchátust, amelynek ugye a vezetői az első és a második nagy szerb vándorlásban is aktívan szerepet vállaltak, de a törökök ezt megtorlásként megszüntették, és egészen eddig, tehát 1830-ig nincs különálló szerb pravoszláv egyház, és most kapják vissza a szerbek ezt a jogokat, és szerb érsekség alakul, egy független szerb érsekség a török birodalmon belül. A bíróságok is függetlenedtek, teljes mértékű szabadsággal bírtak kül- és belkereskedelem terén, iskolákat, kórházakat, nyomdákat alapíthattak, amiről majd még beszélni fogok, illetve, ahogy már kiemeltük, a törökök nem maguk gyűjtötték be az adót, hanem egy összegben, évente egyszer, ja, leadták az előírt adót a törökök felé, és csak csupán hat városban maradt török helyőrség, tegyük hozzá, hogy nem is volt több város ekkoriban a szerb fejedelemség területén. Ha ez a térkép a területi gyarapodást mutatja, ahogy az előbb említettem, az élénk narancssárga színnel jelölt területek az eredeti térségét mutatják a belgrádi pasaliknak, illetve világos narancssárga vagy rózsaszín árnyalatú színnel ábrázolja a térképünk azt a bizonyos hat náhit, amelyet ekkor 33-ban a szerb fejedelemséghez csatolnak, és amely felett Milos Obrenović uralkodott, mégpedig teljes mértékig önkényesen. A legjelentősebb pozíciókra a saját rokonait, közeli ismerőseit tette, hogy így még inkább befolyása alatt tudhassa az egész rendszert. És volt egy elhíresült mondása, ha akarod, akarod, ha nem akarod, akkor is akarod. És ezzel fejezte ő ki, hogy mindenféleképpen az lesz, amit ő akar. Természetesen ezzel a lakosság sem értett egyet, és igen, nagy mértékű volt az elégedetlenség, hiszen most egy úgymond saját vérükbeli basáskodott felettük, úgy, ahogy nem olyan régen még a törökök tették, illetve, hogy a viszonylag gyérszerb értelmiség is elégedetlenkedett. Lázadásokra kerül sor. Ezek közül az egyik legismertebb 1825-ben a gyákféle lázadás volt, de Milos Obrenović ezt vérbe folytotta, a résztvevőket börtönbe ítélte, és ekkor szervez meg egy hivatalos szerb hadsereget, amely arra hivatott, hogy az ő uralmát fenntartsa. A kor egyik nagy szellemisége, Vuk Karadzsic, gondolom a neve mindannyiutok számára ismerős, hiszen a szerb nyelv megújítóját is az ő személyében tisztelhetjük, egy levéllel fordult Milos fejedelemhez, és felszólította őt, hogy hagyja be ezt a bizonyos zsarnokoskodást, ezt az önkényes rendszert, mert hogy nem vezet jóra. És mivel hogy a fejedelem nem hallgatott rá, nem is kell meglepődni, hogy 1835-ben egy még jelentősebb lázadásra került sor, amelyhez már politikusok, katonák, értelmiségiek mind-mind csatlakoztak, ez volt az úgynevezett méretalázadás, és rá kényszerítették a fejedelmet, hogy adja ki a gyertyaszentelő napi alkotmányt. Képen azt a templomot látjátok Kragujevacban, ahol meghozták ezt a bizonyos alkotmányt, és ezt ünnepeljük mi minden évben, február 15-én és 16-án, ugye egy kétnapos állami ünnepünk van, amikor a szerb államiság kezdetére emlékezünk, egyrészt az első szerb felkelés megindítására, másrészt a gyertyaszentelő napi alkotmány meghozatalára.
Magának az alkotmánynak a szövegét a fejedelem titkára Dimitrije Davidovics írta meg, és az alkotmány nyugati példákat, elsősorban francia példát követett, és teljes mértékig liberális volt, egy polgári rendszert teremtett volna Szerbiában, ahol mindenkinek törvény előtt egyenlő joga lett volna, ahol teljes mértékig a törvény lett volna a legfőbb úr, de ez túlságosan szabad elvű volt, és ebből kifolyólag csak csupán körülbelül 55 napig volt érvényben. Ugyanis a törökök úgy vélték, hogy egy alárendelt, egy vazallusi szerb fejedelemség nem hozhat önállóan alkotmányt, illetve attól is féltek, hogy ez a fajta szabadelvűség tovább terjedne az oszmán török birodalmon belül. Ezért megtiltották, hogy hatályban maradjon, és helyette ők maguk adták ki az úgynevezett török alkotmányt. Ez egy újabb szultáni hadtiserif volt, amely egy olyan újabb rendelkezést vezetett be, amely értelmében megalakult egy államtanács, amelynek 17 tagja volt, és ez a 17 tagú államtanács a fejedelemmel együtt törvényhozói jogkörrel bírt. Ez az államtanács egyetlen egy személynek nem felelt meg, és ő maga volt a fejedelem Milos Obrenović, hiszen ezzel már tovább nem tudott abszolút módon uralkodni, ezért lemondott és saját akaratából elhagyta Szerbiát egy jó időre, majd csak 1858-ban tér vissza. De mivel, hogy a szultáni berát ugye bevezette az örökletes címet, a fejedelem örökletes címét szerb fejedelemségben, ezért automatikusan az ő fiai követték őt a fejedelmi trónon. Azért mondom, hogy a fiai, mert az idősebb fia, Milan, nagyon beteg volt, úgyhogy alig egy pár hétig viselte a fejedelmi címet, és azután meghalt, így róla nem is igazán tesznek említést a tankönyvek. Ehelyett majd a fiatalabb fia, Mihajlo Obrenović lesz az új fejedelem, de róla majd a második fél évben fogunk részletesebben szólni. És még zárójelben engedjétek meg, hogy hozzáfűzzem, hogy nem mellesleg Milos Obrenovićnak 16 gyermeke volt, ebből 8 törvényes és 8 törvénytelen, 8 különböző szeretőjétől származó utódai, akik közül viszont nagyon kevesen élték meg a felnőtt kort. Még egy pár gondolatot kellene szólnunk a fejedelem idejéből, hogyan is működik a kulturális élet, és milyen új intézmények alakulnak. Egyrészt, ahogy már hallottátok, maga a fejedelemség központja az nem Belgrád, hanem Kragujevac ebben az időben, és mind a mellett, hogy Milos Obrenović állítólagosan írástudatlan volt, nagy mértékben támogatta a kultúra fejlődését, fellendülését, és ezért beszélhetünk egy kulturális újjászületésről ebben az időszakban, hiszen a szultáni hadtiserif engedélyezte az iskolák alapítását, így minden városban alakultak iskolák, ahová elsősorban ugye fiú gyermekek járhattak. Kragujevacon pedig a fővárosban 1833-ban megalakult az a gimnázium, amelynek az épületét a képen is láthatjátok, ez egy felújított épület is ma is funkcionál, illetve 38-ban megalakul a líceum, ami egy felsőoktatási intézmény, később a Visszakaskola, vagyis a főiskola nevet veszi fel, szóval az alsó képen láthatjátok, később majd Belgrádba helyezik ezt az intézményt, úgyhogy ma már ez az épület itt Kragujevacon nem létezik. Ami még lényeges, hogy a nyomdát is megalakítják, mert 1831-ben és 34-től kiadásra kerül a legelső szerb újság, amit itt láttok a képen, ez a Novine Srpske, és elszolgált ugye, hírközlése ebből az időszakból.
Na most a feladatotok az lesz, hogy a Classroomban feltett kérdésemre válaszoljatok, milyen szerepet töltött be Dimitrije Davidovics ebben a korszakban. Aki végighallgatta a mai óra tananyagát, az már tudja is a választ, és ezt nekem le tudja adni. Ha pedig nem volt ehhez türelmed, akkor a tankönyvben meg fogod találni a választ ugyanerre a kérdésre. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szerdán újra találkozunk, további szép napot!